Mondok, akkor megyek én érte. Sziasztok! Egy adrenalin bombát próbálunk felrobbantani itt a Majorban éppen. Mögöttem ugye ott látjátok Lénát, illetve Lindát. Ugye Léna a boci és Linda az anyuka. És egész eddig, most már több mint egy hete le van kötve, már pontosan 8 napja a Linda nevű tehenünk, aki közel 900 kilós, és megpróbáljuk vezetésre betanítani, hogy el tudjuk vinni 5-én Hódmezővásárhelyre, és meg tudjuk mutatni a kiállításon. Azért mondom, hogy adrenalin bombát, mert ez a 900 kilós tehénnek a jó szándékára vagyunk bízva, hogy éppen itt megfektet a szalmába, vagy nekiken az istálló oldalának, vagy szépen együttműködve elindul velem és elkezd sétálni. Most fogjuk először ezt megpróbálni, tehát élőben közvetítem, ahogy halálra tapos a tehén, vagy pedig gyönyörűen elindul velem, úgyhogy tartsatok velünk. Hát a terv az az, hogy van nálam itt egy vödörbe egy kis táp, amit nagyon szeret a Linda, és megpróbálom ezzel a táppal csalogatni, miközben el fogom engedni a karikától, és a kötőfékénél fogva egészen eddig, ahol most vagyunk, idáig megpróbálom elvezetni. És van ott egy másik nagyvad is, látjátok, talán ott a tehén mögött, ott áll Lilla Lénával, és a terv az az, hogyha Linda el fog idáig jönni, akkor Lénát majd hozzá fogjuk csatolni Lindához. De ez úgy néz ki, hogy eddig eljövünk, utána pedig kinyitjuk ezt az ajtót, ami itt van mellettem, amit talán kiláttok. Tehát addig be lesz csukva, szólok az Olivernek, hogy kinyithatja, akkor kinyitja az ajtót, akkor megpróbálunk valahogy kisunyogni úgy Lindával, hogy lehetőleg ne kenjen föl az ajtófélfára. Utána, hogyha kijutottunk, akkor megpróbáljuk itt kint vezetgetni. Hát lehet, hogy neki indul, mint az őrült, és egy nagy sárkányeregetés lesz belőle. A terv az az, hogyha nagyon neki indul, akkor itt el fogom engedni egy ilyen lerekesztett kis udvarba, és amikor megnyugszik és odajön a tápra, akkor megpróbálom újból vezetgetni. Ha meg együtt működik szépen, akkor szépen elindulunk vele. Mégpedig úgy, hogy közben rácsatoljuk a lányát, Lénát is, és megpróbálom a tehenet plusz a borjút együtt vezetgetni. Hát ezek a tervek, aztán lássuk meg, hogy mi lesz ebből valójában. Tehát a lényeg az, hogy az egykor szeretett siklóernyőzésem az kutyafüle farka. Belülről vagy kívülről? Na, hát akkor megpróbáljuk. Szia, Linda! Linda, nézd, mi van itt neked! Oda nézd, mit hoztam! Júj, de fincsi! Figyelj, nem külön ezért adogatok ezt meg azt a Lindának, amit én szeretnék, azt próbáljuk meg. Vigyem ki a tápot? Nálad itt legyen a táp, jó? Maradjak itt bent? Maradj itt bent. Ajtót csukjam be. Az ajtót, de csak úgy kicsuk. Úgy, és akkor... Ügyesen. Nem baj, követni. Nincsen semmi baj. Gyere, Linda, gyere. Jól gyere, van. Gyere, nagy lány. Gyere, Linda. Nézd. Itt van egy kevéske. Gyere enni, ügyesen. Nincsen semmi baj. Nagyon ügyes a Linda. Gyere, eszel egy kicsit belőle? Jó. Várjál, kézből. Oké.
Nem baj, ha lejön az órára, most a tehén, nem baj, jól a tehénre kell figyelni. Jó, ügyes vagy. Nyissam az ajtót? Nyithatod az ajtót. Szépen lassan, nem ijedünk meg, az Oliver kinyitja az ajtót. Gyere, Linda. Gyere, nagylány. Gyere, Linda, gyere. Nincs semmi. Gyere. Ügyesen. Jól van, ügyesen. Gyere, menjünk ki. Hozz ide a tápot, légy szépen. Nézd, itt van egy kis táp. Úgy. Ügyesen, nincsen semmi baj. Én is csak kaját adok neked. Jól gyere, van. Linda, menjünk ki. Gyere. 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 Ne egy nagy lépés. Úgy, jól van. Szépen, nagy lassan, gyere. Ügyesen. Gyere, menjünk, gyere. Jól van. Vigyázzok meg, te oda a sarokba ugolj, hogyha valami meg. Még hozz ide a tárcát. Jól van. Gyere, Linda. Nem fog kilépni. Nézd, gyere. Gyere, nem. Jól van, Linda, nincsen semmi nincs baj. Nincs semmi baj. Gyere. Úgy, gyere, itt van a maradék. Gyere, van itt tár, gyere. Jól van. Gyere. Linda, nincsen semmi baj. Gyere, itt egy kis táp van. Új, nagyon ügyes. Jól ügyes van, vagy. Ednek szépen. Nagyon ügyes vagy, Linda. Vigyázod a hátra. Jól van. Van. Jól van, lassan. Gyere. Minden lépésért jár egy kis táp. Gyere, gyere ügyesen. Tápi, gyere. Gyere. Jól van, nincsen semmi baj. Nagyon jaj, ügyes de ügyes vagy. Ez a Linda. Nagyon ügyes. Oda nézzenek, nagyon jó, ügyes van, ez a nagy lány. Maradjatok le egy kicsit. Ne jól van, befaruljon. Nagyon ügyes. Nehogy befaroljon és oda. Jól van, nagyon ügyes. Jól van. De látni fogja. Nagyon ügyes ez a Linda. Csak elég kell jönni. Jól van. Jó. Jól van. Nagyszerű, most adj még egy kis tápot. Nagyon ügyes fordítva vagy, Linda. Kell, meg kell fordítani, és először a izét rakjátok föl. Ezt add csak. Borjút? A borjút rak föl oldalt először. Fogjam ezt a kötelet? Igen, jól van. Szia, Lénácska. Szia, Léna. Nem. Na, jól van. Jól van, gyere, megfordulunk. Gyere. Gyere, Léna. Jól van, nincs semmi baj. Mindjárt megfordítom, várja. Nem tudnak fordítani. Jól van, nincsen semmi baj. Gyere. Megfordulunk. Úgy, ügyesen. Jó. Jól van. Úgy, nagyon ügyes vagy. Egyik. És akkor ezt meg hova? Ezt ide, azt ide az, bele az arcába. Jól van. Kihozom a kamerádat, jó? Jó. Kijutottunk. Én vagyok itt mögötted, ne ijedj meg. Rákötöttük már a borjút is Lindára. Ott van mellette Léna. Ott láthatjátok a kis fenekét. Kérek egy lila, egy kis marokfüvet kaphatok én is. Köszi. Nézd, mi van itt, Linda! Gyere! Jaj, de ügyes ez a Linda! Nézd, Linda, itt is van egy kis finomság! Jól van! Nagyon ügyes. Jól van. Rendben. Nagyon ott ügyes. Van. Gyere, edd még ezt a falatot meg. Ügyes van. Jól úgy. Van. Próbáljunk rendben. Még egyet menni? Egy karikát? Meg kéne próbálni szerintem jól még egy van. Kört menni. Figyelj, ezt az ajtót be nagyon kéne ügyes csukni. Van. Jól van, becsukom. Csak ott mögötte... Ja, nem semmi. Jó. Jól van. Aha. Mindjárt megpróbálunk megfordulni és megyünk még oda. Nekem adj légy színes tápot a kezembe. Jó. Így, nagyon ügyes ez a Linda. Ügyes, ügyes. Ámulok és bámulok. Kérek a kezembe, úgy, jó. Jól van. Jól van, nagyon ezt ügyesek mindom. Vagytok. Úgy, nagyon ügyes vagy, Linda. Jól van. Még van, tartalékoltam. Yes.
Jól van. Nagyon ügyes ez a Linda. Léna is hogy néz. Nagyon ügyes. Szerencsére távol vannak. Gyere, Linda! Gyere, van itt neked egy kis finomság. Gyere, nagylány! Nézd, mi van itt neked. Egy finom maró füvecske. Nézd, de mit kapsz itt, gyere. Gyere, nézd, Linda. Gyere, még, menjünk, gyere. Jól van, nincsen semmi baj. Így, nézd, de mit kapsz. Nincsen semmi baj. Nagyon ügyes ez a Linda. De ügyes voltál. Nagyon ügyes. Hát nagyon ügyes voltál. Nagyon, nagyon ügyes. Ügyes. Na, most figyeljetek, le kellene csatolni, és akkor a Lénát. A bórjút, és vissza kéne vinni. Igen, igen, ez ennyi, elég volt mára. Jól van. Mi? Nagyon ügyes vagy. Kapsz még egy kis füvecskét, jó? Az is még egy külön téma lesz vissza menni odáig. Jól van. Nagyon ügyes vagy. Ó, fincsi fűillatú. Egyél egy újni. Csatoljam le most. Csatold le most, igen. Jól van. Csatod le, és akkor ki kell nyitni ezt az ajtót. Most? Igen, és nyitom. Akkor visszapróbálom menni. Szépen halkan kinyílik az ajtó. Jó, kérek tápot, mert... Először mész a tehénnel, aztán vigyük utána a borját? Igen. Jól van, jól van, nagyon ügyes vagy. Jól van, ügyes vagy, Linda. Nem baj, hát nem kell annyit, egy kevés ennyi nekem az elég. Ennyi az összes. Jó, nekem egy kevés kell, ennyi ha. Elég így. Jól van. Le van csatolva? Igen. Jó, akkor gyere, Linda, elmegyünk vissza hozzá. Jó? Gyere. Igen. Menjetek csak. Felléthetsz. Oké. Várjál, először anyám értem, jó? Először anyám. Gyere, megyünk. Gyere, mi? Vigyázzatok, mert visszatolhatok. Gyere, megyünk. Jól van, ügyesen. Jól van. Jó, be fog menni a segélyben. Jól van. Jól van, jól van. Nincsen semmi baj. Jól van. Nagyon ügyes vagy, Linda. Úgy van, jó, ügyes. Jól van. Jól van.